Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok srácok! Retrózunk még mindig, méghozzá előkapartunk, hát nem tudom mennyire számít régi játéknak, az F1 2013-at, ugyanis ehhez van nekem egy elég régi szezonmód sorozatom, aztán van hozzá 98, 99, 2000, 2001, 2002. Azt hiszem valahogy 5 évad van meg. Nem tudom, ki kéne próbálni egyébként, hogy egyáltalán milyenek, hogy ebből esetleg lehet-e valamit csinálni, vagy ez csak ilyen egy alkalmas lesz, nem tudom. Ezt szeretném most igazából majd megnézni, hogy ha mondjuk lemegy a hibridírás valami, akkor hogy ennek lesz-e értelme, vagy van-e értelme egyébként elkezdeni, hogy mennyire jók ezek a régebbi retrós modok, úgyhogy ezt szeretném most igazából majd így kideríteni. Úgyhogy, hát na, nem is nagyon húzom az időt, de menjünk akkor át. Na! Úr, de fura így látni. Itt a szélcsatorna rendszernél. Sajnos egyébként, bármennyire is szeretném, nem tudok a McLarennel kezdeni, ugyanis az a dolog áll fenn, hogy ugye nem választhatok bármit. Ugye régen nem így volt, mint a mostaniakban, hogy bármelyik csapattal lehet menni. Amelyik csapat úgymond offert ad, tehát hogy lehetőséget ad, azokkal lehet csak elkezdeni évadot. Ugye itt a Minardi Ford, a Tyrrell Ford, hát ugye nem szeretném a Ricardo Rossi vagy Toreno Suke Takagi lenne a csapattársa, mint ahogy azt se szeretném, hogy Mark Jenny, illetve a Sebastian Tuero legyen. Sauber Petronas, ugye a Jordan Honda, a Prost Peugeot, illetve még az Eros, az sima Eros, nem volt motornevük, saját motorral mentek, de azt hiszem talán a Yamahának valami szutykával mentek, nem tudom, már nem emlékszem annyira. Hát lenne még a Benetton, de no team offer available, tehát itt nem tudom ezt kiválasztani, úgyhogy gyakorlatilag hát ebből a kis ötös fogadból, ami vagy hat autó, vagy hat csapatból, ugye hét lenne, úgy gondoltam, hogy talán nem volt éppen a legerősebb a Jordan Honda se, most azt az egy belgiumi futamot leszámítva. Megpróbálom ezzel, de azt tudom, hogy az év elején azt hiszem Németországig valami katasztrofális volt egyébként az autó, úgyhogy megnézzük. Megnézzük-e? Nem nézzük meg. Nem nézzük meg ezzel akkor, nem tudom. Lehet még valamit állítanom kell a izébe, ami ugye hátra elindul. Jó. Problem. Hát gyerekek, nem mai játék már. Gyertek! Na. Szóval, ott járunk. Igen, nem Louis. Welcome to Formula One 2013. Valami nem tetszett neki. Igen, nem néztem meg, hogy igen. Most azt mondta, hogy nem tudom kiválasztani, mert akkor sikítva fogok hazáig rohanni. Várja, megnézem, hogy itt a MyF1-ben valamit elállítottam-e, vagy valami el van-e állítva. Settings, igen. Driving controls, nem? Difficulty-ban van-e valami? Difficulty-nek semmi köze nincsen ez az egészhez. Jó, grafikához meg a ízése. Hát valahogy... Nem tudom, tehát utána kéne kiválasztani ugye a settinget. Most az a vicc, ha a Jordan nem fogja engedni, tehát az úgy gyönyörű lesz. Vagy lehet, hogy be kell fejezni a Young Driver tesztet, mert ez nincs befejezve. Hát ez szívás. Azért nem akarok Championship-et menni, mert szeretném fejleszteni a csapatot. 97. november 2 van. Egyébként McLaren, mi az Isten, ilyen tesztpilóta vagyok. Tehát ezzel nincs is baj. Szóval innen szeretnénk tovább lépni.
Igen, van egy Evolution test, meg egy ilyen free genyók még. Nem, de lehet ezt megcsinálom, lehet az a bajom. Nem tudom. Jaj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 
villannak ezen a McLarenen. Remélem, hogy ez azért... Aha. Jajaj, hát ez elég kellemetlen lenne a McLarennel lenni, ahogy láttunk. Ez megy le a naposzt azért ilyen? Vagy ez mi, mitől lesz ez ilyen csodálatos? Ez egy eléggé nice. De jó a fék, vagyis nem. Körülbelül mintha valami Csernobili reaktorból jött volna a kocsi. Aha, na van, van színe. Nem nincsen, oké, van. Atomvillanás van, az van. Mi van, DRS is? Köszönöm. Szerintem valami grafikai elemet lehet, hogy le kéne kapcsolni. Ezeket az esti pályákat lehet nem nagyon szeretik. Azt a kurva életem. Van egy olyan érzésem, hogy ezt a Ferrari-val nem lenne probléma, ilyen... Lehet ezt a chrome szín nem szereti annyira a játék. Remélem a hotel alatt legalább látszani fog valami, mert ott nem sok fény van. Aha. Hát gyönyörű. Ezen nem lehet állítani valami grafikai? Szinte, mert ez így eléggé okádék, de látom itt nem nagyon, be kell fejezni hozzá, jó? Tehát most így gyönyörűen kiégek mindjárt. Nekem 350 alatt kéne mennem, ugye ezt a követnem. Nagyon csodálatos, hogy egy Tyrrell Forddal versenyzik, oké. Van DRS is? De jó. De hátul nem nyílik semmi, jó van. Nem tudom, ezt a fényt honnan szedi egyébként. Hát ez a... Evolution test, ez biztos, hogy nem fog sikerülni szerintem. Hoppá, bocsi! Bronz lett. Na, jó van ez. Igen. That's the end of day 2 of the young driver's test. Next time we see you, it'll be on the grid for the... Jó, oké. Na. Wow, that's what I talking about. Micsoda. Takarítós fickó. Na. Megvan ez. Oké. Most szerintem csak valamit ki kell kapcsolni volt a settingsbe. Igen.
Clothes, means trees, object. Ez a party slash lenne? A shadow? Hát a shadow volt. Így meg nincs. Nem tudom, melyik lehetett az. Vehicle Reflections? Aha. Oké. Okay. Szerintem is az lesz. Jó, offra rakom. Oké. Okay. Szuper, jó, oké. Okay. Na, még egyszer bepróbálkozunk a Jordannél, hát ha nem okádja be magát. Yes! Welcome to the start of Demon Hill lesz a csapattársunk. Yes! Let's take a look around. This is the hub menu. As you move through the menu, the screen will update automatically. Super. If an option needs your attention, an icon will appear above it. The email system provides you with key information throughout the season, so it's important to check here regularly. At the top of the screen is the race calendar. You'll notice that some races have icons associated with them. These indicate that something special will happen at that weekend. Jó lesz, hogy állítsam már. You can view a guide to each circuit by selecting it in the calendar and pressing to view more information. Towards the end of the season, you may receive contract offers from certain teams. This will depend upon your performance out on track, so aim to make a negyedik pálya San Marino lesz. Jaj, de imádni fogom. Nagyon jó lesz. That's the key features of the career hub. Be sure to have a look around before you go out on track. Na, bla bla fejű, jó, oké. Settings, race settings. Azt mondja, hogy nem lehet menni csak short qualifit, azt tudom. 50% mehet. Így. Park Fermi, azt hiszem az onon volt, igen. Difficultyból. Meg. Szerintem professzionál, én nem merem legendre rakni. Professzionálon hagyom, majd legfeljebb emelünk rajta, nagyon szar lesz. Jó, remélem lejjebb nem kell azért venni. Mert teljesen át van írva az erősség is, tehát teljesen máshogy van, mint az alapjátéknak. Jó, oké. Jó, és akkor lesz Ausztráliánk, lesz Brazil. Szerintem ez maláj, ugye nincsen benne... Várjál, mi volt a harmadik nagydíj 98-ban? Argentina volt, hát az azóta nem is volt, én azt hiszem az volt az utolsó futam ott. Mindegy, jó lesz a maláj. San Marino-t berakta oda, oké. Okay. Brazil, 16 futam volt egyébként. Monaco, Kanada. Itt Francia volt a 8., de berakta ide Indiát nekem, nem baj, az jó lesz. Akkor angol, osztrák, német, magyar, belga, olasz. Luxemburgi nagydíjatnak hívták régen a Nürburgringeset, úgyhogy az is oké, okay, és Japánban volt az évadzáró, úgyhogy gyakorlatilag csak kettő pálya hiányzik, az a argentin, meg a francia manikúr, úgyhogy, ja, ez itt tök jó lesz, ez jó kis naptár, teljesen jó, mehet a balhé, na. Nem tudom, milyen csapattárs lesz Hill, biztos kemény lesz, nem tudom. Az új generációs játékkal nem modozok. Nagyon szar. A hibrid hanggal játszani 2003-asat, szentségtörés. Ráadásul ott a pilóták feje se jó, meg úgy semmi jó, az egész szar. Hey, welcome to the garage. Let me show you around. Itt legalább meg van csinálva normálisan minden. There's a lot of useful information here. Feel free to check it out later. Oh, az a hang. Skip sessions. Ma valaki kiment. Na, negyed óránk maradt hátra az edzésből. Régen itt egy órás edzés volt, 98-ban, és az utolsó negyed órában egyébként ment ki mindenki úgy, hogy na most fel van tekerve minden csutkára. Úgyhogy ezt a negyed órát fogjuk mi is mindig majd lejátszani időmérőn. És gyakorlatilag ennyi.
Igen, a nevek mögött ott a 98-as szám, de tök mindegy, hogy ez az évadat jelenti. Hillalézi, Herbert, Wurz, Kultárt, Häkkinen, Panis, Trulli, Diniz. Szóval azért mondom, itt vannak mindenki. Jó, én nem is tudom, szerintem én nagyon nem akarok belenyúlni a setupba. Szerintem nem is nagyon tudnék, hogy nem tudom. Miket lehetett itt állítani? Szárnyat. 6-6. Fék. Hát a féket talán. Nem is tudom. Kicsit hátra rakom, ilyen 47. 47. 53. Ilyen médium ezével jó, ezt nem akarok nagyot. Balansz maradhat. Hát akarja ültetni be rajta. Kettő, négy. Maradhat 6-6-on. Jó, váltó. Tudja a fene. Jó, ez az első motor, 5 körrel való üzemanyag, az jó. Ez, opa, ez meg így volt mindig. De én ezt most lehet, hogy középen hagyom. Nem fogok hozzányúlni. Jó. Oké, na menjünk ki. Jó. Drive out. Na, csapjátok fel a Goodyear gumikat. Aztán gyerünk. Ugye mi Goodyear-rel megyünk, egyébként vannak csapatok, amik Bristolnal. Aztán megyünk. Húha! Jó kivágódod. Nyolcadik hely van előírva, azt mondom. Na mit szerencsétlenkedik már ez a jó fiú? Na menjél, 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 menjél! Na gyerünk! Häkkinen, de jót ment. Hát, ha már a 15. helyen lennénk, az
az nekem már jó lenne kezdésnek. Esetleg egy tizedik. Kilencedik hely. Na, nem rossz. Na, köszi. Egy ezreddel rosszabbat mentünk. Ha mindegy, jó van. Mindegy, bejövünk, megnézzük, mi a helyzet. A 9. hely nem is lenne rossz egyébként így elsőre. Tök jó egyébként, hogy a pályákat is átmatricázták egyébként. Azt nézem, hogy Shell logó, meg Bridgestone, meg a Qantas nevű légitársaság. Igen, közben elmegy elézni. Na! És a Stuart Ford jön mögöttünk, de fura egyébként. Azaz, és ilyen keresztbe kellett beállni régen, és akkor úgy toltak be. Na, tök jó, nagyon szuper. A valós polnál a fél másodpercet gyorsabb volt Kultán? Mindegy, az nem rossz, mert azt jelenti, hogy egész jól meg van csinálva a mod. Tehát úgy elég korrekt. Azt mondja, hogy Kultár, Häkkinen, Mihály Schumer, azért van kétszer M-mel, mert ugye van Ralf is, és ugye az most nincs, mert én vagyok helyettem. Hill 6., oké, Fisikkel, a Frentzen én. Hát ez van egyfajta űr kettőnk között, mindegy, Herbert, Rujal, ez Villeneuve. Jó, Dini, Spanish, Tuero, Nakano, Takagi és Ricardo Rossi zárja a sort.
Mindjárt megnézzük, én is kicsit kutakodok az eredményekben. Mi a helyzet? Mennyi idő van hátra? 4 perc, lehet már nem is fogok akkor kijönni. Azt mondja, hogy igen. Na, közben, tehát ez a 49. évada volt a világbajnoki szezonok számát nézve. 98. március 8-tól november 1-ig tartott, 16 futamból állt. Jó, ebben az évben debütelt Takagi és Tuero. Itt a pészed. Na, Attillám, köszönöm szépen, nagyon aranyos, hogy köszönöm szépen az egy kupakot. Ja, azt mondja, 98-as szezonban 12 nemzet 23 versenyzője vett részt. A legnagyobb számban Nagy-Britannia képviselte magát 4 versenyzővel, de Brazil és Németország is 3-3 fővel voltak jelen. Na, oké. És akkor, ha már ennyi, ha már ennyire itt vagyunk, azt mondja az Ausztrál nagydíj, így van. Azt mondja, hogy így szerezték meg a Bridgestone a gumiabroncs első győzelmét. És akkor egy időmérő edzés, igen, 1.30.010 volt Häkkinennel a pole, és 1.30.053 volt Coulthard, és 7 tizeddel volt mögötte Schumacher a harmadik, 1.37.60-nal, úgyhogy most egy másodperccel gyorsabb egyébként Schumacher is, meg gyakorlatilag 6 tizeddel gyorsabb Coulthard. De azt nézem, hogy nem is rossz. Irvine a negyedik, ugye a másik Ferrari-val, de valóságban Irvine csak nyolcadikként indult el. Mindegy, jó, Wurz, Hill, Fisichella, Frenzenit, ott vagyunk a kilencedik helyen, az nagyon jó nekünk. Egyébként kilencedikről indult Ralf Schumacher, és tizedikről indult Hill. Méghozzá 32-3-as idővel, illetve mind a kettő 32-3-as időt mentek, úgyhogy... Ja. Úgyhogy annyira nem gáz a helyzet. Jó, oké. Az utolsó helyről egyébként Shinji Nakano indult akkoriban, hát most Nakano most a 20. Takagi egyébként... Takagi 13-ról indult, gyerekek, az való életben a Tirellel. Rossé barátom pedig a 19-ről. Jött egész jókat mentek. Volt, amikor nem is tudta magát kvalifikálni, tehát az olyan csuda ember volt. Na mindegy, jól van. Majd figyelemmel kísérjük a barátunkat. Oké. Na. Jó, hát már most kiüljük ezt az egy percet, akkor gyönyörűen. Szerintem nagy várakozás, vagy nagy tudomány már nem lesz. Már most tizedikek vagyunk. Hát még a Research and Development még zárva van. De egy agresszív fejlesztési vonal lesz majd. Meglátjuk, hogy mennyire lesz majd ez okos. Nem lesz eső futamon. Mindenféleképpen egy jó dolog. Be aware, Park Fermé rules are now in effect. Jó, oké. We can't make significant changes now. Park Fermé rules now apply. Hát még egy páran vannak kint a pályán, de heten. De hát mindjárt lejár az idő. Mindig Coulthard, Häkkinen, Schumacher a sorrend. Jól van. Na. Szép. Okay, you'll be in 10th place on the grid for Sunday's race. Let's see if we can work our way up the field for a good point score. Na, hát a két McLaren Mercedes szerezte meg az első sort, majd a két Ferrari követi. Aztán Wurz a Benettonnal, Hill mellőle, Fisichella, Frentzen, a két Williams, meg a Chrome, nem tudom, az S betű miért maradt le, mindegy. A legfeljebb majd én meg editálom, aztán majd megcsinálom, mindegy. Utána ott vagyunk a tizedik helyen, igen, Stuart Ford. Jó. És akkor a két
Tyrrell indul majd az utolsó helyről, Takagi és Rossi. Oké. Okay. Jó. Jó lesz az. Hát egy kis szomorkodás van, de semmi olyan nagy vasszizdasz. Oké. Okay. Azt mondja, hogy Gergő kérdezi, mit csináljak, ha az egyik barátom Verstappenes, én meg Hamiltonos, és mindig mond valamit, én pedig nem tudok visszamondani semmit. Hát Gergő, szerintem legyél te is Verstappenes, és akkor megvan oldva. Tudod mit? Legyél Alonzós, és akkor nem tud rád sem mondani semmit. Jó? És ennyi. Felejtsd el azt az embert, jó? Szerintem. Szerintem, ha meglátod ezt a függönyös fényképét Facebookon, meg miket csinál, meg nőkkel hordatja a cuccát, meg mit tudom én, szerintem. Hidd el, nem jobb követendő példa az ilyen. Felejtsd el. Nézd meg a Schumacher filmet, abban láthatod egyébként, hogy valaki 5 évig, vagy két világbajnoki cím után átült inkább egy szar csapatba, mert egyszerűen már nem érezte a kihívást. Briatore is megmondta, hogy 96-ban is megnyerte volna a VB-t egyébként a Benettonnal. De nem, ő inkább átült egy olyan csapathoz, ami a nullán volt gyakorlatilag, full, a békos egge alatt. És utána 5 év kínlódás után ott csak beérett a gyümölcs, tudod, itt kezdődnek a legendák. Na, de ne menjünk ebbe ennyire bele. Egy kiállás, 11. körbe, oké. Okay. Szegény Zeus. Remélem nem adtad oda neki a nyugdíjat. Mondod neki, akkor ez nem... Na. Gyerünk! De rossz volt a rajt. Jézus úristen! Lerajtolt az atya úristen. Extrémre van beállítva az íztörés, úgyhogy nagyon nem lehet picánkolni. Hát gyakorlatilag majdnem az utolsó helyre visszaestünk, igen, csak Takagi és Rossi maradt itt. Helyezkedik mindenki gazdagon. Kíváncsi vagyok, hány autónak fog elfüstölni a motorja. Biztos gazdag lesz az is. Hoppa, Herbert próbálkozik, az nem jól lesz jó úgy, igen. Trulli nagyon aranyosan ott a prosztal. Jaj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 
Nagyon remélem, hogy nem a Peugeot motor szennyét kapom így a arcomban közben egy trullitól.
Volt egy kis megcsúszás. Francia csapat, francia motor, francia versenyző, ez volt a Kozbátyátoknak a nagy álma vágya, hát és francia cigaretta szponzor, ugye? Jajajajajaj! Mondjuk úgy, hogy ezt lehetett bírni egy évig. Pont a 98-as volt, azt hiszem. Nem, 99-ben még szenvedtek azzal a Peugeot-val. Még 2000-ben? Két vagy három évig akkor lehet, hogy mentek ezzel. Ilyen lett volna a grafika? Hát az érdekes lett volna, az biztos. Nem sok számítógép lett volna, ami meghajtja egy videókártya. Akkoriban azok a 1-2 megás videókártyák. Ehhez meg 1 gigás kártyák. Na hát három kör alatt ez egy kicsit szétszél lett a mezőny. Egy kicsit beletaposunk a gázba. Felezünk frissbe. Van szélárnyék. Azt a minden. Szegény Villeneuve úgy gondolom ebben az évben, mint regnáló világbajnok azzal a... azzal a nagyon trágya Williams motorral, amit kaptak. Valami lebutított Renault, vagy nem tudom mi volt benne. Valami elképesztő hülye néven. Mechachrome. Hát ez egy csodálatos egy szar valami volt. Nem is termett nekik még nagyon, hát tán dobogó volt, de hogy győzelem nem volt, az ziher biztos. 97-ből úgy jöttek át, rommá vertek mindenkit gyakorlatilag. És 98-ra meg nulla lett a csapat onnastól fogva. Ki az, akit olyan annyira meg akar előzni. Az egyik Stewartot, ja? Barrichello. Hogy Schumacher csak hetedik. Volt egy kis kalamajka az elején is akkor.
Köcskös! Kicsit már most kopnak a gumi. Nagyon egyben van itt a mezőn. Felgumizódott itt a pálya egyébként. Egyszerűen ez nagyon nem tudom közelebb, mert olyan 4,9 5,3-ra volt. Ráadásul nem sokára jönni kell ki felrakni a hardokat. Na, 4,2. Hú, benne csúszunk. Kezd gatyász lenni a gumi. Data show.
knowing that the car ahead's likely to be running in fuel conservation mode, his times will be slightly slower than normal. Okay, times are looking good. No. Még a leggyorsabb kör? Nem, mert nem jöttek ki. De. Már csak 2,6. Látom, Barrichello is megelőzte Villeneuve-t. Ó, azt a rohadt, már most majdnem megcsúszott. Még egy kör bírjál már ki, Réci. Jó, következő körbe bejövünk. Úgy elment Frentzen 5 másodperc. Mert tök jól ledolgoztuk. De csúszik a kocsi. Nyugi, nem felejtem el, bejövünk. Bejövünk. Gazdagon bejövünk. Most már 6 másodperc van Frentzen. Teljesen megette a gumi. Neki nem leggyorsabb kör. Ó, de megcsúszott.
Ajaj. Williamsnél is várnak, Ferrari végzett, McLarennél is végeztek. Mennyire jobb itt a box animáció, de kemény. Baszki! Ezt a kurva! Most ennek kell egy kör, mire bemelegszik. Mennyire van Franci? 15-re! Nem áll! Ennyire elment volna! Ennyire nem mehetett el! 8-4, az még az is sok! Na, örülök, hogy a féket elértük optimális hőmérsékletre. Basszus, és így kell végigmenni. Pedig már egyszer látótávolságon belül is volt, jó van, már majdnem rajta voltam. 8,6. Ez nagyon sok. Schumacher leggyorsabb kör. Még gyorsabb lett. Hát lehet itt megrekedtünk. Nem tudom mi lesz. Valahogy vissza kéne hozni. Hát ha lejjebb meg. 8,7. Häkkinen leggyorsabb kör.
8,7 még mindig. Hát pedig már ennél gyorsabban hova menjek? Nem tudok már ennél többet ki sajtolni ebből a kocsiból. Volt egy kis kettő. Ajaj. Mondom, elindulna valami lefele menés legalább. Bemenne 7-5-re vagy valami. Hét. Vissza kell vennem a benzint is. De jól átvászni. Nyolcat tartjuk. Csak meg kell lőni ezt a ricset. Egy kis gumitörmeléket. Maradjunk a Racing Line-on. Érdekes, hogy nincs gumitörmelék a új játékba. Mármint tök mindegy, hol mész a pályán. Ugye nem. Nincs rajta gumitörmelék. Itt meg a gumira, ha lemész a versenyvonalról, akkor összeszed ilyen gumitörmeléket, és csúszik tőle a gumi. Nem tudom, ezt miért vették ki. Na, 6-6. Csak 6-ra van. Kettő, lejjenjünk a leggyorsabb kör. Csak összevarázsoltam.
5-7, na megy lefele most már. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Három. Neki nem visszavette a leggyorsabb körét. Kettő maradt. Na már csak 4-9. Gyerünk, gyerünk. Ott megy. Megint látó távolságon belül van. Csopjuk is fel a ricset. Még 10 körük lesz elkapni. Négy hét. Széles volt. Ez nem volt jó. Már csak 4-2. Már csak 3-6. Ja, látom, lement optimálba az üzemanyag. Gondoltam, hogy nem lesz sokáig ez tartható. Three seconds is the gap to you in the next car.
Na, csak 3 szek, oké. Okay. Pedig ebben még volt megcsúszás is. Okay, it looks like the car ahead is trying to create a gap. He's running full revs, maximum power. Megnyekkent a gumi. Határon van. We need to pass this guy. You're much faster in sector one. We might need to think about this. Ki a francia boxból ilyenkor? Ne, Denis, takarodj már! Nem bírom elkapni. Jönnek a lekörözések? Az király. Aha, látom. Jézus Mária, mi van itt? Szálló! Takagi, Uero, hát a krémje. Nagyon szuper. We'll be right back.
Ó, basszus. Ricardo Rossi. Irvine, mert nem fogom utolérni Hill, meg azt sem tudom, hanyadik. Hanyadik lehet vajon Demon Hill. Így le fogok maradni a pontról. Ja, mert azt nem mondtam tényleg, hogy... A játékot nem fogjátok majd szerintem látni a játékbajnokságnak a állását. Hogy csinálok egy saját táblázatot a 10-6-4-3-2-1-jel. És az lesz bejátszva majd minden futam előtt. A régi pont táblázat szerint fogunk menni, nem pedig ezzel a 25-ös hülyeséggel. Ötödik lehet Hill, vajon? Nem tudom. Nem, előrébb van, hárommal. Harmadik lesz? Akkor. Harmadik helyen megy a sárga pötty. Ez egy elég erős kezdés lenne. Az egy nagyon-nagyon erős kezdés lenne. De jó kört mentünk. Mondjuk az autó tempója megvan hozzá. Na, Nakano. Ez így nem lesz jó. Maradj ott! Baszki, lejött az ívről. Megkörözzük az egyik Williams. Ki ez, Villeneuve? Villeneuve csak 15. Jézusom! Az szégyen teljes nagyon.
a regnáló világbajnok és csapata. Vagy Frenzen meg, vagy Frenzen is csak 8. lépő. Ide jól átmentünk rajta. Akkor szóval nem jól számoltam, mert ezek lekörözöttek voltak. Akkor csak az 5. Hát ez 2 pont a csapatnak akkor. Ha meg tudtam volna előzni még Irvine-t, akkor 1 ponttal én is jól kezdeném az évet. Nem bírom elkapni, Häkkinen meg első, az igen. Ha Häkkinen Coulthard, Schumacher lesz a befutó, akkor kurva jó a mod. Häkkinen nyer. Az gyönyörű. Nem baj, elsőre jó volt ez. Így. Azt a mindenit. 7. hely. Gél 5. lett, igen. Nem baj. Volt lett a második. Hát ez hogy keveredett oda? Häkkinen, Wurz, Coulthard, Schumacher, az hogy keveredett Wurz oda? Ha az nem lenne ott, akkor izé full lenne. Lehetne 4. Wurz, akkor oké. Okay. Minden itt neki. Hát így lemaradtunk a pontról. Mindegy. You're 7th in the Drivers' Championship. Jó, és akkor majd ezt átírjuk szépen. Úgyhogy annyira nem is nérvadó. Oké. Okay. Azért ülnek. Jó bemutatkozás volt újoncként. A takarító faszim. Nem, ez a izé. Ez aki beszél hozzánk, az a csávó. Na. Ez remélem azért, hogy elmentette azért kurvára. Kurvára remélem. Ugye elmentette. Voltak ilyen saving jelek, ilyen kis karikák. Welcome to Formula One 2013. Remélem Brazíliát írod ki. Kurvára remélem, hogy Brazíliát írod ki. Nem mondod. Spent on track 6 perc. Ez nem lesz jó. Nem mentette el, baszd meg. Nem, bazd meg, Albert Park rész.
Jó, akkor szerintem az lesz majd, mint amit mondottam úgy is Zeus, úgy mindegy, a táblázatot úgyis máshogy csinálom. Ászta mindenit neki. Jó, mindegy. A eredmény megvan, az a lényeg. Hát agentöm lehet igazad van, nem tudom, de itt szerintem van futam közbeni mentegetés. Legalábbis remélem. Én úgy emlékszem, hogy van mid session save. Tényleg majd legfeljebb az utolsó körre. Vagy valami. Csinálja úr. Nem. Van mid session save. Jó, oké, az egy jó dolog. Jó. Na, még gyorsan, még annyi. ...99-es Ferrari-val fogunk egyet menni. Eddie Irvine-nal, igen. Egy ötkörös. Ötköröst. Méghozzá... Imolába. Ez csak ilyen levezetőnek. Oké. Okay. Egyről a breakinget veszük hátra. Okay guys, let's get these changes made. Na. Hogy tetszett a Schumacher film? Nekem nagyon tetszett. Nagyon jó út. Senna film is nagyon jó, ez is nagyon jó. Ezek jók. Na. Bocs. Nem kanyarodott, egyszerűen átrepülött. Kösz.
2-second gap to the car behind. We need to keep it clean so he doesn't get a chance to overtake. Ez jó volt. Így levezetésnek. Na jól van. Ennyi. Oké. Na, gyerekek. Az ír fene gyerek. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok. Folytatjuk majd a brazil nagy díjjal. Nem tántoríthat el egyébként ez a dolog. Jó lesz ez egyébként. Egyébként nagyon tetszik a mod, küzdelmes. Jó, nem tudom, majd azokon a pályákon, ami nekem annyira nem megy, majd hogy fogunk menni, valószínűleg gyengébben. De Frenzennel mennyit kell kínlódni, hogy utolérjem, hát ez kész volt, úgyhogy... Úgyhogy ja, jó lesz ez. Jó lesz ez a kocsi is, hát majd meglátjuk, hogy... Hogy alakul majd. Amíg a játék, megcsinálom akkor majd a pont táblázatot, hogy akkor tudjuk, hogy hányadán is állunk, és akkor hát lehet, hogy akkor ezt a Grand Prix módba fogom majd akkor így vinni. Meglátjuk. Ennyi. Jó. Köszönöm szépen mindenkinek. Én holnap nem vagyok, viszont hétfőn, kedden igen. Úgyhogy meglátjuk, hogy mivel fogjuk majd folytatni, elég sok minden van elővéve.
vágdosni videót, hát ma megint nem volt időm. Úgyhogy a másik csatornára nem tudom, mikor jön ki majd a Far Cry 3-nak a 5. része, pedig az kurva jó volt, mindegy. Igyekszem, ahogy tudok, majd jövök, jó? Szép estét kívánok mindenkinek és jó hétvégét, ami még hátra van belőle. Sziasztok, jó éjszakát, sziasztok, halló, halló, halló.